A gyermekek az elsők. A koraszülöttekre hívták fel a figyelmet Gyulán. Emlékek a középpontban. Egy év kihagyás után újra megtartották a múzeumok éjszakáját. Véget ért a kosárszezon, jövőre is a feljutásért küzdenek a csabaiak. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az elmúlt napok forró időjárása pár nappal előrébb hozta a szezon kezdetét, a héten már a szabadföldi termesztésű gyümölcsöket árulják a piacokon. A szabadföldi termesztésű gyümölcsök minden esetben az időjárás szeszélyeinek vannak kitéve. Különösen igaz ez a korai sárga dinnyékre. Ezek a dinnyék már a leszedésre várnak. Bár fajta függő, de ez a zöld belsejű cukordinnye akkor finom, hogyha a kocsánya körbe van repedve, és egy ilyen cseres felületet látunk. Ebben a Békés Csaba melletti családi kertészetben 4 hektáron termesztenek sárga és görög dinnyét. Idén kiváló minőségre, de mérsékelt mennyiségre számítanak a gazdaságban. Ez nagyon finom. Az idei kiültetést követően pár héttel ezelőtt még sokáig hideg volt a föld a dinnyék gyökérzónájában, így az nem tudott elég tápanyagot felvenni. Ennek köszönhetően kevesebb termésre számíthatunk. Árral kapcsolatban a tavalyi ár az mindenféleképpen meg lesz, de úgy néz ki, hogy a termelők egy kicsivel drágábban tudják majd értékesíteni, mivel jóval kevesebb kötés van a szokotthoz képest. Ez már a csabai piac, ahol termelők és viszont eladók is árulnak sárga dinnyét. A vásárlóknak csak dönteniük kell, hogy melyiket viszik haza. Én a sárga dinnyét általában a csomája részénél megszagolom az illatát. És most is nagyon kellemes illata volt mindegyiknek, és én azt, tehát az alapján. És inkább sárga dinnyés vagyok, mint görög dinnyés. Attól függetlenül, hogy azt is szeretem. A szezon még csak most kezdődik, így a korai fajták ára még viszonylag magas. Elindult sokak kedvencem a szabadföldi sárgadinnye szezonja. Egyelőre viszont az áruk még egy picikét borsos, 800-850 forintot kell kilónként fizetni a hibátlan gyümölcsért. A nem teljesen tökéletes, másodosztályú dinnye már 600 forintért is hazavihető. A szakemberek előrejelzése alapján 2-3 hét múlva már jóval szerényebb összegért lesz kapható a szabadföldi, mézédes sárga dinnye a Békés Csabai árusoknál. Ismét a koraszülöttekre irányította rá a figyelmet a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány. A szervezők azon túl, hogy lehetőséget biztosítottak a koraszülött gyermeket nevelő szülőknek a találkozásra és a tapasztalatcserére, a koraszülött mentőautó üzemeltetésének fontosságára is felhívták a figyelmet. Családi programok várták azokat a szülőket és gyermekeket, akik kilátogattak szombaton a harmadik korapiknikre Gyulán. Tavaly a pandémiás helyzet miatt elmaradt a rendezvény, így még nagyobb volt az öröm, hogy kicsik és nagyok újra együtt tölthettek egy délelőttöt. Célunk az, hogy egy családi napot szervezzünk a koraszülöttet nevelő családoknak, hogy közel kerülhessünk egymáshoz, és ilyen nehéz küzdelem után, itt a szabadban, vidámon sok programmal tudunk kedveskedni a gyerekeknek, a koraszülötteknek. Én szoktam mondani, a mai napon mi vagyunk a vendégek és a koraszülöttek, illetve a családok, ők a házigazdák. A korábban érkeztem alapítvány alapítója elmondta, hogy szinte már hazaérkeznek Gyulára. Kiemelte, hogy a városban évek óta egy erős sorsközösség alakult ki a koraszülött gyermekeket nevelő családok között, az ilyen rendezvények pedig csak erősítik a kapcsolatot közöttük. Üzenet az érintett családoknak, hogy van élet a koraszülött intenzív osztály után, és ezt a nehéz, traumatikus helyzetet fel lehet dolgozni, és kikerülve az intenzív osztályra családként tudnak élni, és van egy nagyon erős közösség, ami meg fogja őket tartani. Az eseményen részt vett az ismert televíziós műsorvezető Novodomszki Éva is. A Békés megyei származású tévés elmondta, hogy már néhány hónapja, ahol csak tudja, ismertségével segíti a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány munkáját.
Nagyon friss a mi kapcsolatunk, hiszen ezen a télen találkoztunk tulajdonképpen először, és teljesen természetes volt, hogy én mind Békés megyei, a gyerekek, a kicsi, egészen kicsi gyerekek ügye mellé állok, annál is inkább, mert ahogy Abdul doktor és a csapata nagyon hősiesen küzd értük, az azt hiszem, hogy mindenkinek a szívét és az érzelmeit megszólítja. Az Almási kastély előtt ezúttal is meg lehetett tekinteni a koraszülött mentőautót, de volt többek között tékvándó és hip-hop tánc bemutató, valamint csillámtetoválás, gyermekakadálypálya és lufi hajtogatás is. A holokauszt békéscsabai és békésmegyei áldozataira emlékeztek vasárnap a békési megyeszékhelyen. A békéscsabai zsinagógában megtartott rendezvényen egyúttal újabb neveket helyeztek el a holokauszt emlékfalon. A megemlékezés elején Vozár M. Krisztián zongoraművész adta elő a Schindler listája című film zenéjét. A II. Világháborúban Békés megyéből 6500 embert hurcoltak el, akik közül 5000-et öltek meg Auschwitz-Birkenau-ban, más haláltáborokban és a munkaszolgálatban. Ezen emberek mindegyikének volt neve, elidegíthetetlen méltósága, származása, története. 70 év. 7 év telt el azóta, hogy a marhavakonok elindultak Auschwitzba. Auschwitz figyelmeztetés kötelez. Ennek a köteltségnek a tudatosítása legyen mindig szerves része a felvilágosult és szabad társadalmaknak és jogállamiságnak. Az önkormányzatot dr. Bacsa Vendel jegyző képviselte az eseményen. Évről évre összegyűlünk, hogy megemlékezzünk a tragédiáról, amely a zsidó népet érte, hogy felelevenítsük emlékeinkben a több mint 2000 békéscsabai áldozatot, akiket szisztematikus kegyetlenséggel gyilkoltak meg a gyűlölet és a fajelmélet nyomán. Ne feledjük, 1941 és 45 között több mint 400 000 magyar zsidó áldozata volt a holokausznak. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke, Vejkei Imre hangsúlyozta, a békéscsabai emlékfalnak mindenkit emlékeztetnie kell a 77 évvel ezelőtti szörnyűségekre. A sötét oldal a szövetség népeit nem csak a múltban akarta eltiporni, hanem a jelenben is el akarja tiporni. Ne feledjétek! A múltban ez nyíltan a fajgyűlölet, a kirekesztés és a megvetés nevében történt. A jelenben is így teszik, de nem nyíltan, hanem burkolt ideológiák mögé bújva. Takács Árpád kormány megbízott kiemelte, a vérzivataros 20. század egyik legembertelenebb diktatúrája miatt mintegy 5000 békés megyei ember soha nem térhetett vissza az otthonába. Minden zsidó honfitársunk embertelen, értelmetlen, kegyetlen halálával szűke pátriánk Békés Csaba és a top nemzetiségű, a hat nemzetiséget magába foglaló, évszázadok óta együtt élő, sokszínű Békés megye közössége lesz szegényebb és kevesebb. Radnóti Zoltán főrabbi emlékeztető beszédet és imát mondott. És a saját gyerekeink színe előtt kell mondanunk igent vagy nemet a kérdéseikre. Ezért vagyunk itt, és azért, hogy magyarként, zsidóként, európaiként, sőt, homo sapiensként, gondolkodó emberként szembenézzünk a saját történelmünkkel. Sokszor nehéz. Sokszor nagyon nehéz. Az országos rabbi képző, zsidó egyetem tanszékvezetője végezetül elmondta, hogy a fal elkészítéséhez végzett kutatások a 2000-es évek elején folytak, a túlélők segítségével. Dr. Balog István hozzátette, ma már egyikőjük sem él, így a nevek felkutatásában 2021-ben már tehetetlenek lennének. Családi játszóházzal, élményfestéssel és bábszínházi előadásokkal is várta az érdeklődőket a Békéscsabai Munkácsi Múzeum szombaton. A Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos programsorozathoz kapcsolódva a látogatók az intézmény új tárlatát is megnézhették.
Már a késő délután folyamán kisebb sor alakult ki szombaton a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeum bejáratánál, olyan sokan próbáltak bejutni a múzeumok éjszakája programjaira. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is számos érdekes élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak a kulturális intézménybe. A gyerekeket a Békéscsabai Napsugár Báb Színház előadásai mellett családi játszóház is várta, ahol például a régészettel is megismerkedhettek. Régi edényeknek a töredékei vannak itt elásva, van egy kőbaltánk is, illetve egy állatkoponyánk, úgyhogy azt keresik most a fiúk, éppen a állatkoponya már megvan, most a harca kőbaltáért folyik. Sokan voltak kíváncsiak a múzeum új állandó kiállítására is. Új kiállítás nyílt nem régen, úgyhogy gondoltam, miért is ne lehetne megnézni, és hát abszolút azt látom, hogy nagyon-nagyon jó munkát végeztek, mert nagyon jól bemutatja egész Békés megyét, mint történetileg, régészetileg és néprajzilag is. A szervezők a felnőttek számára is számos érdekességgel készültek, az este folyamán különösen népszerűek voltak a tárlatvezetések. Elsősorban Lonovics László kiállítására jöttem, de ha már itt vagyok, akkor mindent megnézek még egyszer, és nagyon örülök neki, mert nagyon szép az állandó kiállítás, az a Munkácsi kiállítás, Grand János kiállítás. Az idei programok tematikája ezúttal az élet nagy fordulópontjai köré szerveződött. Ebben az évben központi téma volt a fordulópontok, és akkor nagyon gondolkodtunk, hogy mik ezek a fordulópontok, mert a város életében, az ország életében is vannak fordulópontok, de mi talán úgy választottuk, hogy a család fordulópontjait emeltük ki, ugye a születés, gyermekkör, házasságkötés, a nyugalom és a halál időszakát, tehát ezek a fordulópontok vannak. A hajnali egy óráig tartó rendezvény egyik leglátványosabb eleme az volt, amikor egy épületvetítéssel az intézmény új tárlatáról és a Munkácsi negyedről készült rövid filmet mutatták be a nagy közönségnek. Június közepén ért véget a Békéscsabai kosárlabdaklub szezonja, miután az NB2 keresztjátékában elveszítette a Dunaharaszti MTK elleni párharcot. A Viharsarki klub a feljutást tűzte ki célul, amely nem sikerült, de a csabai kosárlabdázók a következő idénynek hasonló tervekkel vágnak neki. A Békéscsabai KK megreformált kerettel vágott neki 2020. októberében a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjának. A csabai kosárlabdázók első 5 mérkőzésükből 2 nyertek meg. Az évvégi szünet jót tett a csapatnak, amely a folytatásban Zsinórban 13 mérkőzésen diadalmaskodott. Az együttes a második helyen zárt az alapszakaszban és a rájátszásban is. A keresztjátékban az NB2 legerősebb ellenfele jött szembe, a Dunaharaszti MTK. A csabaiak végül alul maradtak a párharcban, így véget ért számukra az idény. Az, hogy kikaptunk a Dunaharasztitól, az egy nem egy váratlan eredmény, azt gondolom, mert most is, ahogy látszott, ezen a 4-es döntőn veretlenül nyerték meg a bajnokságot. Tehát az egy jó csapat volt, attól ki lehet kapni, nem kaptunk ki egyik mérkőzésen se nagy arányban, a játék képese volt egy olyan teljesen lejátszott meccs. Voltak olyan elemei a játékunknak, amit én azt gondolom, hogy ki kellett volna javítanunk, és akkor lehet, hogy jobb eredményt értünk volna el. A csabaiak vezetőedzője kiemelte, céljuk a magasabb osztályba való feljutás volt idén, amely sajnos nem sikerült. Jancsika Árpád arról is beszélt, hogy a keret fiatal játékosai sokat fejlődtek a szezon alatt, amely mindenképpen pozitív a csapat jövőjét tekintve. Az alapszakaszban próbáltam ugye minden fiatalt kipróbálni, hogy mennyire lehet rájuk számítani, hiszen együtt edzenek a felnőttekkel, rengeteget tanultak. Talán többet fejlődtek, mint az eddigi években, mert láttak olyan dolgokat, amiket a saját korosztályokban még nincsenek. Úgyhogy nagy erőrelépés. 4-5 srác is vannak itt a jövő évben, már szeretnék komolyabb játékperceket szánni nekik. A szakvezető arról is beszélt, hogy jelenleg a játékos keret megerősítésén dolgoznak, célpontjaik között szerepelnek magasabb osztályban játszó játékosok is. Jancsika Árpád hozzátette, a következő idényben ismételten az NB1B zöld csoportjába való feljutást tűzik ki célul.
Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!